A gyakorlaton van a hangsúly, azon, hogy a hallgatók valós magyar cégeknél valós problémákkal és azok megoldásaival találkozzanak. Éppen ezért a most akkreditált vállalkozás fejlesztési mesterképzést úgy alakították ki, hogy a diákoknak lehetőségük legyen különböző vállalkozások munkájában részt venni. Ezt a szakot a kamarával, a helyi vállalkozásokkal együtt dolgoztuk ki, a vállalkozásfejlesztés mesterszakot. Éveken át tartó együttműködés, kutatási tevékenység adja az alapját, és tulajdonképpen az a szemlélet, amelyet az innováció hat át. A rektor helyettes szerint az ilyenfajta oktatás hiánypótló a magyar felsőoktatásban. Azonnal olyan gyakorlati ismeretekkel bírjanak, amelyek kiválóan tudnak majd hasznosítani az elhelyezkedésüket követően. Bővül az andragógia tanszék is, szintén hiánypótló céllal. A személyügyi szakirány a majdani HR-eseknek adott mutatást munkájuk teljesebb ellátásához. Elég sok képzés indult ebben a tekintetben, de szinte mindegyik kifejezetten elméletorientált. Külön nem említik ugyan, de gyakorlati képzést minimálisat biztosítanak. Én a munkajogászként dolgozó ügyvédként tapasztalataim szerint egyáltalán nem rendelkeznek megfelelő gyakorlati végzettséggel a kikerülő kollégák, és hosszú évekbe telik, ameddig ezt megszerzik. Megváltozik a médiaoktatás is. Györfi Miklós szerint itt volt az ideje, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az internetes média felületek kezelése és tartalommal való megtöltése. A tanszékvezető szerint nem helyes azt állítani, hogy túlképzés van a kommunikációs szakemberekből. A nálunk végzett hallgatók azok, hogy mondjam, abszolút tudják azt, hogy ez egy versenyszféra. És itt versenyezni kell, és azt is tudják, hogy rengetegféle médium van Magyarországon. Rengeteg. Nagyon helyes egyébként. Nem mondanám, hogy sok van. Ma már úgy van, hogy nem a kerületeknek van újságja, hanem kerület részeknek is. Televíziója is, és lesz is mindenkinek. Csinál magának, aki akar, csinál magának televíziót. A Kodolányin január 14-én tartanak nyílt napot, az új, a megújult és a régóta működő szakokra egyaránt február 15-éig lehet jelentkezni.